Még régebben volt szerencsém kipróbálni az Everspace második részének Early Access változatát, bár akkor még elég kevés volt az elérhető tartalom a játékhoz, azért az már látszott, hogy itt bizony egy olyan folytatásra lehet majd számítani, amit a fejlesztő csapat igencsak komolyan vesz. A múlt héten pedig megjelent az 1.0-as verzió, amit azóta is nyüstölök. Két térugrás között pedig gondoltam, hogy gyorsan összedobok nektek egy anyagot a témáról, mert azt hiszem, hogy ezzel a játékkal kapcsolatban most van miről beszélni. Anno az Everspace első része számomra a semmiből érkezett és egy igazi teli találat volt. A játék látványos volt és pörgős. A roguelike elemek pedig szervesen és szinte tökéletesen illeszkedtek a történetvezetésbe. Ennek megfelelően pedig igencsak vártam a második rész eljövetelét is. És normál esetben most sokatoknak, akik nem ismerik az Everspace világát, azt tanácsolnám, hogy még mielőtt belevágtok az új epizódba, előtte feltétlen nyomjátok az első résszel, ugyanis a történet pont onnan folytatódik, ahol az első abban maradt. Csakhogy, itt most van egy kis csavar, ugyanis a játék a második résszel, hát átesett egy zsánerváltáson. Az Everspace első része ugye az egy roguelike játék volt alapvetően, a második rész viszont egy akció-RPG lett. Így előfordulhat, hogy akinek ez most bejön, hát annak az első résszel lesznek gondjai, vagy akár fordítva is. Persze most nem azt mondom, hogy aki most ül először a pilóta fülkébe, az egy kukkot sem fog érteni, hogy mi történik körülötte, mert a fejlesztők szerencsére ügyesen vezetik a sztori fonalát, így az újoncok is képbe kerülhetnek hamar. Viszont aki az első részt letolta, és belevág a másodikba is, az tanúja lehet egy ritka és annál csodálatosabb élménynek. Ugyanis az a megoldás, ahogyan a fejlesztők összefűzték a két rész történetét, és közben magát a zsánerváltást is validálták, az szerintem példaértékű és zseniális. De komolyan. Az első részben Adam Roslin klónját, azaz klónjait irányítva kellett menetelnünk ugróponttól ugrópontig. Ha meghaltunk, akkor kezdhettük előről az egészet. A történet a roguelike játékmenetet ezzel teljes mértékben kiszolgálta, hiszen minden halálunk után egy új klónnal kellett neki vágnunk a kalannak. Igen ám, de a történet ott zárult, hogy a ciklust megtörtük, és Adam kiszabadult ebből a körforgásból. Pontosabban a szerencsés másolata, akivel végül legyűrtük az összes akadályt. Na hát ennek megfelelően a második részben a roguelike mechanika már nem lett volna magyarázható, így a fejlesztők váltottak a hagyományos RPG megoldásokra, ahol ha mondjuk elhasalunk, akkor a legutolsó checkpointra kerülünk vissza. És nálam az elegancia, amivel ezt megoldották, már alapból is könnyeket csal a szemembe, hát még ha azt is figyelembe veszem, hogy mennyi visszautalást kaptam az előző rész eseményeire. Tudjátok, van az a himi-humi megoldás, amikor egy film vagy játék folytatásában hirtelen kijátszanak olyan sztorikártyát az írók, ami korábban szóba sem került, de most hát mégis ezzel tömik be a történetbeli lyukakat. És hogy egy példát is hozzak, aki látta az Avatar második részét, annak hát elég csak arra gondolni, hogy mondjuk hogyan került elő Miles Quaritch ezredes ismét, illetve hogy amúgy neki van egy fia is, és a többi. Hát nem túl elegáns, de nyilván szükséges ez a magyarázkodás. Na, hát az Everspace második részében egyáltalán nem ilyen megoldást választottak a fejlesztők, a legtöbb visszahivatkozás tényleg megtörtént az első részben, és a játékos maga is megtapasztalhatta azokat, ami szerintem egy elképesztői írói bravúr. Ahogy haladunk előre a történetben, jelennek meg sorra az ismerős karakterek a legváratlanabb pillanatokban, és egyből megy is a sztorizás, hogy kivel mi történt az elmúlt időszakban, hogy került ide, és mi lett vele. Én nem fogok nektek spoilerezni, de tényleg döbbenten ültem a gép előtt, amikor ment a cselekmény, és pont ennek megfelelően most konkrétumokat nem is tudok mondani, inkább zárom ezt a témát, de higgyétek el, szívem szerint még legalább 10 percet simán elidőznék itt. Mert hogy a történet igencsak szerves részét képezi a játéknak. Rengeteg párbeszéddel találkozhatunk majd Galaxis szerte. És ami az indi csapatoktól kevésbé megszokott, az az, hogy ezek mindegyike narrált és szinkron színészek által felmondott szöveg lesz. Én nem látok bele a költségvetésbe, de úgy érzem, hogy szemmel látható összeget vitt el a büdzséből ez a megoldás. És én nagyon hálás is vagyok érte, mert sokkal jobb hallgatni egy beszélgetést, mint mondjuk egy PDF-n olvasni az információkat. Még úgy is,
hogy azért a szinkron színészek hát nem mindegyike remekelt a szerepében. Érezhetően voltak, akik gyengébben muzsikáltak, de én azt mondom, hogy soha rosszabbat nem szeretnék hallani sehol máshol. Az átvezető videókból is egészen sok van, még olyannal is találkozhatunk, ahol Adam a hajón kívül tevékenykedik. Itt azonban azzal a költséghatékony megoldással találkozhatunk, hogy rajzolt képek váltják egymást minimális animációval. Én megmondom, hogy engem egyáltalán nem zavart ez a megoldás, mert szerintem stílusazonos, de full mocap megoldást tényleg senkinek keressen, mert az bizony, hát már nem fér bele a keretbe. Mielőtt viszont belevágnánk a lényegi részbe, a játékmenetbe, azelőtt egy pár mondatot a látványról. A játék most sem csúnya, de valahogy visszanézve a régi anyagokat az első részről, mintha egy árnyalattal gyengébb lenne a vizuális része a cuccnak. És ezen nagyon sokat gondolkodtam, hogy mi az, ami ezt az érzést kiváltja belőlem, és tényleg csak gyanúsítgatni tudok, de hát cáfolhatatlan bizonyítékkal előállni alig ha. Az én gyanúm pedig most az, hogy az előző rész esetében sokkal kevesebb helyszínt kellett megkomponálni a pályadizájnereknek, és éppen ezért azok mindegyike teljesen egyedi volt és különleges a maga nemében. Itt viszont lesznek olyan szektorok, melyek nem igazán rendelkeznek különös ismertető jegyekkel, és kicsit puritánnak hatnak pont emiatt. És valószínűleg ez okozza azt a csalóka érzést, hogy korábban valahogy csinosabbnak tűnt a játék. Persze aztán az ember meglát itt is egy-két helyszínt, és aztán csak megnyugvással el, hogy azért nincs nagy baj. Az irányítás az nagyjából maradt a régi, teljesen árkádos, gyors és responszív. Megyünk, ráfordulunk az ellenfélre, lövünk, kitérünk, forgunk, én szerintem teljesen rendben van. Na de akkor a játékmenet. Kezdéskor már is kapunk egy kellemesen átlagos hajót a fenekünk alá, ahol letudhatjuk a kötelező tutorial köröket. Aztán vár minket a sötét űr. Kezdéskor a szitó rendszerben garázdálkodhatunk, aztán az ugrókapu kulcsokat megszerezve megnyílik a következő ilyen rendszer, ami a Union névre hallgat, aztán időben jön a következő, és így tovább. A fő sztori mellett lesznek mellékküldetések, melyek amolyan mini történet szálak a fősodor mellett, illetve ott lesznek az ismétlődő fetch questek, melyeket jól ismerhetnek a rutinosak. Semmisítsd meg az ellenséges flottát, számolj fel egy aknamezőt, vigyél el egy csempészárut A-ból B-be. XP és vagy kredit üti a markunkat, amiből pedig jobb felszereléseket vagy hajókat tudunk venni magunknak. Én azt gondolom, hogy ez az a quest típus, ami a grind kedvelőknek jön jól, de viszont azt el lehet mondani, hogy a kidolgozott sztori alapú feladatokból sem lesz hiány, és ezek is egész szórakoztatóak lettek. A játékban egyébként ezen kívül helyet kapott még egy elég egyszerűnek mondható kereskedési lehetőség is. Ezzel meggazdagodni biztos, hogy nem fogunk, de néha azért lehet egy kis extrát zsebre tenni, ha ügyesek vagyunk. Van mondjuk egy portéka, ami A-szektorban olcsóért van. Mi megvesszük és átvisszük B-szektorba, ahol az árus beledörren a gatyájába, hogy micsoda ritkaságot hoztunk neki, és így a vételi ár akár kétszeresét is simán megadja, ha ott hagyjuk neki az árut. Mi pedig ott fogjuk hagyni? Nyilván. A szépség hibája ennek a dolognak, hogy nem lehet végtelen mennyiségben vinni a cuccokat oda-vissza, mert hát elég kevés láda lesz készleten a boltosoknál. Szóval hiába vagyunk kitömve lével, nem tudjuk felvásárolni a félgalaxist egyetlen szakadt meteorról lelógó űrbódéban sem, hogy aztán azt egy ugrókapuval odébb rásózzuk valaki teljesen másra. Szomorú, de ez van. A használható cuccokból viszont lesz választék szép számmal, mert a fő komponenseinket külön-külön fejleszthetjük, ráadásul több grade is a rendelkezésünkre fog állni. Szokásos szürke, zöld, kék, májva, és végül az aranyszínű holmik várják, hogy hajónkba integráljuk őket, és segítségükkel megmutassuk a söpredéknek, hogy hogyan is nyomják a nagyok. A fegyverek is elég változatosak, és lényegében minden megtalálható lesz, amit egy űrben játszódó játéktól elvárhat az ember. Kinetikus lövegek, rakéták, energialapú fegyverek, területreható flag cannon, vagy éppen hőkövető mikrolövedékeket eregető csúzli. A hajókkal is hasonló a helyzet, lesznek fürgék, de kevésbé masszívak, illetve vastagon páncélozott, de hát némileg lomhább változatok. Alapvetően mindegyik használható lesz bármilyen fegyverzettel, de mégis a speciális képességeiket okosan használva előnyre tehet szert az, aki nem csak ész nélkül pakolgatja fel a pillanatnyilag éppen legjobb statot adó fegyverzetet a hajóra. A scoutnak például a passzív képessége, hogy ellenfelünktől távol maradva 100 méterenként 4% sebzés bónuszt kapunk. Ennek megfelelően, ha van egy közelre ordas nagyot sebző sörétesszerű scattergununk, amit felpattintunk a hajóra,
az még mindig kevésbé lesz hatékony, mint mondjuk egy 3000 méteren is jól működő railgun, még ha az papíron nem is teljesít annyira jól. Szóval érdemes lesz bogarászni, hogy milyen hajótípusra, mivel járunk a legjobban. Jó hír, hogy a táposabb hajók bár elég borsos áron lesznek mérve, de nekünk nem kell majd bajlódni a fényévmérő óra visszatekerésével, ha szeretnénk elpasszolni őket. Ugyanis az eladási áruk mindenkor megegyezik a korábbi vételi árukkal. Tehát így szabadon ülhetünk át egyik pilótafülkéből a másikba, ha kísérletezni szeretnénk. Persze, aki gyűjtőnek tartja magát és van rá zsetonja, az egy egész flottát tarthat fenn majd magának a főbázison. Természetesen a crafting sem maradhatott ki a játékból, erre nagyon bőven most nem térnék ki, ellenben lesz egy külön videó erről a témáról, mert az itt használt rendszer a vártnál jobban elgondolkodtatott. És ha én egyszer elkezdek gondolkodni, hát azzal nem jártok túl jól, mert egy újabb anyag lesz belőle, amivel nyilván titeket foglak traktálni. De hát ez van, ezt köszönjétek a fejlesztőknek. Mindenesetre annyit elárulok most, hogy a nem használt fegyvereket elbontva alapanyagot kapunk, amiből újabb cuccokat lehet majd fabrikálni. Lehetőség lesz régi cuccok szintjét is növelni, illetve ritkasági faktorukat pimpelni, de ami a legjobb és a legfontosabb, a szint követelményt is lekapirgálhatjuk a talált tárgyakról. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy ha mi 15-ös szintűek vagyunk és találunk egy két szinttel nagyobb mordájt, akkor azt alapból ugye nem tudjuk felrakni a hajónkra, kivéve ha már az említett módszerrel kiütjük a szintkövetelményt. Nos, ebben az esetben egy ideig mi leszünk a mélyűr királyai, és mindenki jobban jár, ha érkezésünkkor már is két szektorral odébb ugrik. És van a játékban még egy perk rendszer is, de itt is érdekességeket fedezhet fel az ember. Egyrészt a kedvenc klónpilótánknak is lesznek saját képességei, minden 5. szinten unlockulódik 3 választható bónuszképesség, 5, 10, 15, 20, 25 és 30. szinten tudunk majd szemezgetni a lehetőségeink között. És ezek mellett pedig ott lesznek a játék közben megismert és csatlakozott társaink, akiknél ha pénzt és erőforrást áldozunk, permanens bónuszok ütik a markunkat. Ezek többsége persze nem közvetlen a harcokban lesz segítségünkre. Akad olyan, amelyik mondjuk egy adott szektorban elérhető nyersanyagokat mutatja meg nekünk, vagy mondjuk esetleg a vonónyaláb hatósugarát növeli, így messzebbről tudjuk majd begerebjézni a szajrét. Van, aki pedig a mozgó árusta, a Flying Duchess kapitányát győzi meg, hogy ne csak fegyvereket és apróságokat áruljon már nekünk, de mondjuk űrhajókat is. És én azt kell mondjam, hogy teljesen elégedett vagyok, amikor az Everspace második részén végigfuttatom a szememet, és végig gondolom, hogy mik is a tapasztalataim a játékkal. Persze hibátlan game nem létezik, és most sem kell attól félnünk, hogy az építészhez igencsak hasonlóan a fejlesztők mondjuk nem tudtak volna szabadulni a tökéletesség bűvköréből. Akadnak azért kisebb és nagyobbakik. Ami nálam felmerült és mindenképp gondnak érzem, az a játék nehézsége. Normál fokozaton belefutottam konkrétan megoldhatatlan helyzetekbe, ahol bizony két lövésből aprítottak fel az ellenfelek. És ez annak volt betudható, hogy a fő küldetéssel nagyon előre haladtam, így az ellenfelek túl erősek voltak hozzám képest. És mondhatjuk, hogy ez így önmagában nyilván nem baj, csak a gond ott van, hogy a játék elfelejt szólni a játékosnak, hogy te figyuzzál már öreg, léci, csinálj már meg néhány mellékküldetést, mert különben fenéktáji gyönyörökre számíthatsz hamarosan, ha így folytatod. Ráadásul mindezt úgy, hogy a több fázisból álló harcot relatíve sikerrel véve a végén érkezett meg egy olyan boss, amit sebezni nem tudtam, de ő szerencsére azért 4 másodperc alatt űrtölmeléket varázsolt a frissen fényezett járgányomból. Szóval akkor én itt és most szólnék nektek, hogy mindenképpen csináljátok meg a sok XP-t adó mellékküldetéseket, különben hát jön nektek is a popsi kényeztetés. A másik gondom az teljesen szubjektív, mert hogy ízlés dolga, viszont szerintem a logikainak szánt feladatok, hát azok egy kicsit túl lettek most tolva. Ki kell nyitni egy konténert, de kell hozzá 2 akkumulátor, ami valahol el van rejtve a pályán, aztán mehet a keresgélés. Az egyik személyes kedvencem, amikor 6 szállítóhajót kellett szkennelni, de akárhogyan is pörögtem, forogtam, csak 5-öt találtam a dokban. Aztán 20 perc tekergés után már tényleg gyanús volt, hogy itt bizony valami nagy hiány van, persze hogy nem, pár ezer méterrel odébb, egy utolsó utáni szikla mögött, egy zöld savfelhő alatt 2-vel, ott hempergett a kis huncut 6.
és ettől nem voltam túl vidám. Ráadásul sokszor van, hogy barlangrendszerekben kell csavarogni és kiutat keresni, ami hát így az űrben igencsak mókás, mert most már 360 fokban lehet eltévedni az arra fogékonyaknak. Szóval jó szórakozást és kellemes navigálást mindenkinek. Ha ezekből kevesebb lett volna, én biztosan jobban örültem volna, még úgy is, hogy amúgy vannak egészen jó és ötletes feladványok is. Illetve amire felhívnám még a figyelmeteket, az az, hogy a játék nem rövid, ellenben hosszú. És az, hogy ez kinek mennyire baj, azt nem tudom, de tényleg készüljön fel mindenki lélekben, hogy nem egy pár órás móka vár arra, aki Adam Roslint szeretné végignavigálni a csillagtengereken. Hoppá hoppá, hát most vágáskor eszméltem rá, hogy pár apróságot még szerettem volna megemlíteni, de hát kimaradt, ellenben majd most. Az egyik ilyen dolog, hogy a hajónknál lesz lehetőség mainframe modulokat is gyűjtögetni, melyek hát amolyan stat pointként funkcionálnak. Ezeket elnyomva növelhetjük hajónk sebzését vagy életerejét pár százalékkal, viszont hát elég melós lesz ezeket összeszedegetni, mert néha a legeldugottabb ládákból kerülnek elő ezek a holmik. És ezt most szerintem vehetitek szó szerint, mert egy láthatatlanná tévő álcázó berendezéssel felszerelt, az űrben sodródó tároló talán nevezhető eldugottnak. Illetve a használható device-okról pár gondolat. Ezek lényegében az aktív skilljeink lesznek, van, amelyik a túlélésünket vagy menekülésünket segíti, megint más pedig a harcokban támogat majd. Ezeket persze fejleszthetjük is, így egy idő után akár bolondíthatóak némi extrával. Például a teleport képes lesz egy aknát otthagyni a kiindulási helyünkön, ezzel mint egy kirobbanó örömet okozva a közelben maradottaknak. Na de most látom csak, hogy megint mennyire visszaélek az időtökkel, úgyhogy én amit szerettem volna, azt részben megosztottam veletek, a történetről ugye jótékonyan hallgatok, de a crafting rendszer érdekességeivel még adósotok maradok egy ideig, de tényleg hamarosan jön az a videó is, ígérem. Zárásként annyit tudok elmondani, hogy az Everspace második része pont egy olyan folytatás lett, mint amit magamnak kívántam anno. Aki az első résszel játszott és szerette, az mindenképpen adjon egy esélyt a kettessel fémjelzett epizódnak is, a zsánerváltástól függetlenül, mert én úgy látom, hogy a Rockfish fejlesztő csapata nagyon szereti a franchise-t, és szerintem ez igencsak érződik a portékán. Ügyes, szép munka. A legközelebbi viszont találkozásig pedig mindenkinek hosszú és eredményes játékot kívánok, legyetek jók, sziasztok!